A külföldiek és a magyar játékosok kvalitásai alapján is nagyon hasonlóak az erőviszonyok. Mindkét oldalon, a kispadon is a játékhoz sokat hozzátenni képes játékosok. Kemény, zárt védekezés mindkét csapat sajátja. Nem véletlen, hogy egyszer tudott ellépni az egyik csapat a másiktól 8-9 pontra a mérkőzés során. Mivel a harmadik negyedben a DVTK hibázott mind támadásban, védekezésben kevesebbet, a Szekszár több ki nem kényszerített hibát, labdaeladásokat, pontatlan bejátszásokat követett el, ez döntőnek bizonyult. És az is, hogy Meggyesi Dóra, a miskolciak válogatott irányítója extrát produkált az addigi halványabb teljesítménye után. Ugyanezt tette a mérkőzés legeredményesebb játékosa, a 23 pontig jutó szekszárdi Evi Bishop, ám neki nem akadt a kritikus pillanatokban annyi segítője, mint az ellenfélnél a Walker-Meggyesi párosnak. Ezzel a győzelemmel nagy lépést tett a Diós Győr az alapszakasz második hely megtartásához és a vele járó pályaelőny megszerzésére a rájátszásra.